Idén 150 éves a magyar műemlékvédelem, ugyanis 1872. április 7-én kelt rendeletével hozta létre a magyar királyi vallás és közoktatási miniszter a magyar műemlékek védelmét szolgáló első saját állami intézményünket, a Magyarországi Műemlékek Idéglenes Bizottságát. A kulturális örökség napja pedig 38 éves múltra tekint vissza Franciaországból elindulva. Végül 1991-ben intézményesült a hazánkban 1999 óta megrendezett rendezvény. Idén szeptember 17-e és 18-a a két napja. Országos program a Kulturális Örökség Napok, kezdetektől ennek részese a Rákóczi Múzeum. Ezt országosan hirdetik meg a történelmi műemlék épületek, és ilyenkor ingyenes nyitvatartással általában mi is mindig csatlakozunk ehhez, hogy aznap a kiállításaink, épületeink ingyenesen látogathatók, és a tárlatvezetés is kedvezményesen, tehát ott is kedvezményt adunk, lehet igénybe venni. Ez igazából a műemlékek ünnepe, hogy azokat az fontos épületeinkre jobban fölhívjuk a figyelmet, és invitáljuk a látogatókat. Hát éppen amikor beszélgetünk, esik, reméljük, hogy hétvégére szebb idő lesz, és a kirándulások mellett múzeum látogatásra is invitálhatjuk az érdeklődőket. A mostani hétvégén egy másik program is meg fog valósulni a múzeum kertjében. Ugyanerre a két napra esik a történelmi íjász országos bajnokság, amelynek Sárospatak ad helyszín. Több lőállás lesz a múzeum nagy kertjében, természetesen ezek a lőállások úgy lesznek kialakítva, hiszen csütörtöktől építik majd ezeket a helyeket, hogy maximális legyen a biztonság, ugyanakkor ne zavarja a múzeum látogatókat, de érdeklődni, nézelődni lehet majd, és hát számunkra azért is fontos, mert ez egy reklámhordozó lehetőség is. Szerte az országból jönnek, nagyon sok korosztályban, tehát nagyon sok féle díjat, versenyt hirdetnek. Tamás Edit reméli, hogy a kétnapos megmérettetésre az ország minden részéből érkező versenyzők jó hírét fogják vinni Zemplénnek.